Heó! Sziasztok! Már kezdtünk. Nem. Csak próbálok köszönni. Elfelejtettem, hogy kell. Ez ismét egy gasztro show, a második rész. Short. Gasztro short. Mi az? Igen. Bocsánat, kiabálok. Van rajtad valami szesz. Hups! Van rajtad valami, hups! Ilyen raklap, ez a vakolat itt. Nem raklap vakolat. Hát ez a videó ennyi volt. Elérkeztünk a gasztro short második részéhez. Nézzétek el nekem, hogy ilyen nő mellettem. Ez jutott. Ja, már nem, amúgy azt akartam, hogy a hajam kicsit, hát olyan, amilyen. Jó. Készülődnél, mint én, akkor lehet. Kicsit, igen, egy 3-4 órát készülődnék, akkor lehet jó lenne. Jó, az másfél órának is. Ne, én fölkelek és gyönyörű vagyok, nekem ez a titkom. Nem tudod, mit tegyél? Gyorsan összedobnál valamit, de nem tudod mit? Mondja meg is, hogy ilyesmit. Tudod, mint a telesopos. Én nem vagyok telesopos, ez de a te munkád. Összegyűjtöttünk ismét 3 receptet, ami szerintem ilyen elég érdekes, könnyű lehet megcsinálni esetleg. Úgyhogy nem meg is jelöltetek, ugye, és ezúton is kérem továbbra is, hogy ilyen TikTok, short videóknál nyugodtan jelöljetek be, ahol ilyen főzőcskék vannak, meg ilyen gyors összedobált kaják, és megpróbáljuk kivitelezni és megkóstolni, hogy tényleg jók-e. Az első az egy nagyon könnyű lesz valószínűleg. De mindjárt megnézzük, mi ez a 3, amit összeválogattunk, jó? Megnézzük? Hát itt igazából annyi, hogy káposztát föl kell aprítani, hát szerintem, nem tudom, elég salátának néz ki. Biztos, hogy káposzta? De ez meg egy szálai, nem? Ilyen salátás eléggé. Na mindegy, ez egy nagyon egyszerű recept, káposztát vagy salátát összekever kis reszelt répával, középre üt egy tojást, igazából ez ilyen kis nasi. Ilyen kis meg liszt, vagy ja, meg liszt, így van, lisztel. Hát ennél bénábban szerintem, ha akartam volna, se tudtam volna. Ez valószínű, hogy a videóban saláta van, nem káposzta. Én már most látom egy állagról. Mint mondtam, a répát is fogjuk és lereszeljük, azért ezt inkább ezen a kis... De nem tudom, a salátát miért sütne le bárki salátát, nem? Nincs mély tányérom, mert otthon felejtettem. Ezért berakom ebbe a hozzáütünk egy tojást, az a legjobb, hanem a saját tojásunkat, meg hát hozzá borítunk egy kis bolond lisztet, mehet bele egy kis bors, illetve egy kis só, és akkor ezt így össze kéne valahogy forgatni, mixelni, így, aha, Hát kész is van maga ez a massza, és akkor ezt most serpenyőbe, forró serpenyőbe megformázzuk valahogy, azt nem tudom még, hogy hogy, és akkor közepébe beütünk egy totyit. És nagyjából ennyi. Hát az enyémre rakok egy kis ázsiai körtés szószt, így. Valószínűleg ezt többet már nem fogom megcsinálni. Ilyen legy, gyerekek. Hajni azt mondta, hogy a naturba megkóstolja. Na ez meg mi a bánat lett most itt, ugye? Tojás milyen megsült? Ó. Zsír. Meg van sülve. Bocs, hogy belenyúlok el, hogy ilyen. Nyugodtan. Kóstizzuk meg. Hú, ennyi megkóstolom, hogy majonézzel szószal, kegyetlen jó. Ez az ázsiai szószal, meg a majonézzel. Naturban milyen? Finom. Nekem ízlik. Egyébként tényleg nem rossz, de nem egy nagy íze szerintem. Nem is a kanya. Hát azért nem egy húsleves. De jó. De szép. Hát nem szörnyű, vagy nem rossz, de hát igazából nem tudom. Azért én nem. Nem csinálnám ezt azért úgy sűrűn, mert bármi nem egy macerás, szóval... Ja, szerintem egy ilyen... Mit tudom én, rizslisztel készítve, egyébként egy ilyen diétázósoknak reggeli szerintem tök jó. Hát az első fogást akkor kipipáltuk. Nem tudom, mégis nem rossz. Nem lehet rá rosszat mondani. És szosszal, kis majonézzel. Mondjuk egy tényleg egy reggelinek, egy ilyen azzal kis reggelinek, ez teljesen jó.
De jöhet az, amire én leginkább kíváncsi vagyok? Amire én meg nem. A gofri krumpli burger. Gondoltál már, milyen lenne gofri sütőben, hogy megcsinálni egy burger? Most megtudod! Mondja már te is valami, pum, hogy hype-old már a videó, hogy kattintsatok rá, nézzétek meg, lány! Itt van is nő, kattintsatok rá! Nagyon jól néz ki. Hú, kalóriabomba. Hát ez az. Ebbe lesz anyag. Nagyjából ez fél kiló marhahús, egyébként sima mezei, ez most nem, nincsenek itt ilyen angus, meg satöbbi, úgyhogy ez egy ilyen sima mezei, bolti húspogi lesz. Nem is adunk hozzá semmit, nem is kell, kicsit összegyúrjuk, kicsit így lelapítgatom, ne legyen azért annyira vékony, tudjátok. Fűszert még semmit nem rakok bele, mert minek, azt majd ugye menet közben fogom fűszerezni, és csak sóbors, nem lesz semmiféle egyéb dolog. Hát most nagyon kíváncsi vagyok a következő mozzanatra. Úgy már nagyon meleg a kis meleg szendvics sütő. Úgyhogy kivárunk egy zöldet, utána berakom a fagyasztott krumplit, ami már kicsit azért olvadt. Egyébként sima mezei fagyasztott krumpli, illetve sima reszelt cheddar sajt. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez tényleg mennyire fog így működni. Elméletileg ennek ilyen tök jó kis, ha már zöld, jó, akkor mehet is bele, a maré krumpli, ezt nem bírom kibontani, mert ilyen bal fügy vagyok. Fogunk egy maré krumplit, itt csinálta a srác, lehet ez itt most sercegni fog össze-vissza. Aha. Így. Egyet muteria izé, muteria a gofri sütő, úgyhogy nem biztos, hogy fog nekem örülni. Maximum kap majd egy újat. Így. És akkor összenyomjuk. Ugye még ilyen fagyasztott állapotban van félig meddig a krumpli, szóval azért egy kicsit nehezen megy össze. De hát meglátjuk. Valami súlyt kéne rárakni. Hajni, ülj már rá. Jó, de jó lehet ez egyébként, még egy kicsit nyom, hagyni kell. Akkor jön a második felvonás, megpróbálok egy kicsit kevesebbet rakni. Igen, mert az a baj, itt már púpos raktam, és ezt lehet nem kellett volna. Úgyhogy mindenhol legyen egy kicsi valami. Hát a sajt, mint kötőanyag. Na mindegy, akkor hát nem pont úgy fogom csinálni, hogy a videóba. Érthető okok miatt szerintem. Na, próbálunk még egy izét, még egy ilyen, hát, ezek a kísérletek, ugye? Kísérletezni kell. Kicsit kezdem úgy érezni, hogy ez a TikTok videó, ez egy kicsit ilyen bullshit, pedig már közben a krumplik is felolvadtak nagyjából, szóval, és az nem is fagyott. Ez finom. Nézd meg, és egybe marad bakker, és itt van alul. Oda néz Hajni. Tará! Megy az aljára egy kis cheddar szósz, ez lesz most az alja. Cheddar szósz, akkor megy bele egy kis sali, megy rá. Így. Hát most ez sajnos ilyen, amilyen. Ilyen kis csúnya. Ilyen kis csúnya lett, na. Ketté vágom, és Hajnival megkóstoljuk ketten, hogy
Ez hogy fogod enni? Hát ezt összefogom, az gó. Végre jöttem rá a technikára egyébként, hogy hogy kéne megsütni ezt a krumplit. Megérte? Nem. Nem rossz amúgy, nem éri meg a fáradtságot. Nem. Maradunk a sima burgereknél. Egy krumpliba csomagolt hamburger hús. Hát, hogyha jól csinálod, akkor, és nem izélsz velem, mint most, akkor nincs baj. Ja. Kicsit el lett cseszve. Na mindegy, ez egy kicsit csalódás, mert egyébként ezt vártam, hogy kipróbáljam a legjobban. De azért még itt a desszert megmenteti a témát, mert most a végére pedig egy desszertet hagytunk. Nézzük is meg, hogy melyik az. Nézzük meg, megnézzük. Aha, beletöm magyaróvajat, lekvárt, tojás, tojásba rakszom, az van, hogy roma, vanília aroma lesz, meg mivel te jelentette föl? Nincs te jó, itt a szomszédba lehet kapni. Aha, és akkor juhánszirup, kis izé. Nagyon jól néz ki. Hú, kalóriabomba. Hát ez az. Ebben lesz anyag. Szóval a desszert jön, amihez kell egy ilyen kis kalács. Nagyjából sacra. Szóval itt vannak a jó kis zsebek, látjátok. És ebbe fogok, és magyaróvajat megpróbálok így jó beletölteni. Hát nem könnyű, főleg a magyaróvaj az egy nagyon ragadós dolog. Ott van a kis zseb. És ide pedig áfonyalekvárt. Ide pedig megpróbálok áfonyalekvárt betölteni. Ezzel kicsit összekeverem, hogy kicsit ilyen könnyebb legyen. Úgyhogy jön a következő lépés. Ami az lesz, hogy pár tojást beleütünk ebbe a kis dobiba. Kettő... Hogy legyen három tojás. Az a videóban négyet csinált, de hát mindegy, most nekünk három lesz. Végül valami aromát rakott bele, hogyha jól láttam. Szerintem valami vanília, vagy rumaróma, vagy tök mindegy, valami ilyesmit. Hát én most ezzel nem fogok szórakozni. Egy kis tejjel fölhúzzuk. Közben elkezdem forrósítani a serpenyőt, amiben nem vajat fogok, mert az sincs most itt kéznél. Milyen jó, föl vagyunk készülve erre, ezekre a videókra. Ráöntünk egy kis juharszirupot. Porcukrot. Hoppá. Hát ez nem is olyan kicsi. Na. Hú, ez jól néz ki. Ez igen. Tetszik. Igen. Ez tényleg olyan... Ilyen jó. Na vágj csak el nekem nyugodtan. Egy közepébe, hogy... Ott van a leki. Itt van az áfonya. Jaj, de szépen vágta. Ott wow. Meg a... folyik ki a magyaróvaj. Oda néz, tedd lejjebb. Hopp. De durván néz ki. Nem jó? Gyorsan hadd kóstoljuk meg. De én nem kérem a magyaróvajosat. De kóstolj már. Eltett egybe is. Én most együtt kóstolom. Egyik az áfonyás, a másik magyarul. Hát nekem most egyébként ez, a mai napon ez jött be a legjobban. De milyen jó puha. Pedig te is tudod, hogy ez már több napos. Szerintem már van egy hetes is. De tényleg, már rég vetted. De hülyen. De finom, ez tényleg nagyon jó. És hol a fagyasztott gyümölcs? Hát a szarul néz. Hajni technikával felszeletelem, és réhen azt nézzétek meg. Te Jézus! Oda néz. Nyom meg! Egyszerű, könnyű. A juhaszirup az drága dolog, de ki lehet hagyni, mert igazából megporcukrozod, ugyanott vagy. Nem már juhaszirupnak van egy egyedi íze. Nem lehet abba adni, nem? Nem. Főleg együtt ez a juharszirup áfonya, nagyon
Juhalszirup, áfonya, magyaróvaj kombó. Hát az nagyon eteti magát. Hát Hajni, mit gondoltál arról a mai TikTok short videókról? Nekem igazán mindegyikben jött. Az első, az pont délelőtt tettük, az ilyen reggelire pont tök jó. Én szerintem az egyszerű is volt. Jó is, szerintem még laktatónak is mondható. Hát a második az... Nem volt rossz, amúgy jó. A hús is jó volt, igazán a krumpli is jó volt, de én szerintem nem éri meg azt az időt, amit az ember ráfordít. Inkább rakjátok be egy zsömlébe, jobban jártok 10 évvel pacakodni. Hát ez meg... Az meg nem jó. Ez nagyon finom volt, igen. Próbáljátok úgy, hogy mértékkel, mert ez tényleg olyan, hogy lenne még enném. Elém raknám még két ilyen adagot be. Ugyanígy vagyok, hogy az első az nem volt rossz. Nekem kicsit túl fitness, túl fit. A második az nekem egy nagy csalódás volt, én attól vártam a legtöbbet. Én azt már tegnap úgy elképzeltem, hogy milyen jól fog az kinézni, ráhajtani a krumplis gofrit, és akkor betölteni a husival. Az utolsó pedig ez NB1, úgyhogy ez visszahozta az előző csalódást. Tényleg megérte ez az egész nap, hogy ezt meg tudtam csinálni, és hogy mennyire finom. Uh-huh. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszi Hajninak is, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy hívtál, és hogy jókat tehettem megint. Lehetek is olyan ötletetek, vagy láttok ilyen videót, jelöljetek be, vagy küldjetek el privátba, Instagramon, Facebookon, linkek len vannak a leírásban, mindenhol megtaláltok. Még a Holdról is. Hát nehéz lenne nem észrevenni a Holdról ekkora fejet. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor jövünk majd a következő epizóddal, ha összegyűlnek annyi videók. Szavaztok, heó, heó, heó! Sziasztok! Remélem tudtam segíteni.